Ahhoz, hogy szeptember 1-én becsengethessenek egy iskolába, elég sok mindent időben el kell végezni. A Dózsában ez is megtörtént, elkészült a teljes tantárgyfelosztás, elkészült az órarend, és minden a helyén várta a vakációról visszatérő diákokat, és természetesen a kis elsősöket. Bíró Éva Zsuzsanna intézményvezető szerint rendben kezdhetik meg a tanévet, pedagógus hiány nélkül és a szokásoknak megfelelően megkülönböztetett szeretettel fogadták az első osztályosokat és természetesen a szüleiket, ami pedig az idei terveket illeti. Terveink az, hogy mivel a tavalyi évben megnyertük az ökoiskola címet 3 évre, ennek a programnak a kidolgozása és megvalósítása igazából ennek az évnek a feladata. Többek között, hogy nagyon örülünk annak, hogy megnyílik idén az iskolai könyvtár. Hosszú évtizedekig nem működött az iskolába, most fog működni. Sikerült egy új fejlesztő termet kialakítanunk, amely mind azt gondolom, hogy a tanulóink érdekében, illetve hát a pedagógusok érdekében is nagy előrelépést jelent. A Dózsa iskola tanévnyitó ünnepségén köszöntötte a szülőket Mezei Zsolt alpolgármester is, aki egyrészt szívesen érkezett a Dózsába, másrészt nem csak a szülőkhöz és a kiselsősökhöz beszélt, hanem a pedagógusokhoz is, akik kiváló munkát végeznek a tanév során folyamatosan. Örömmel jöttem ebbe az iskolába, hiszen én is ide jártam. Velük kezdték. Én 6. koromban kerültem át ide a Dózsa 2-be, akkor még Dózsa 2-be, most már Dózsa iskolába, és örömmel jöttem vissza, hogy megnézzem, hogy mi lett ebből az iskolából, hiszen hallom a híreket, tudom, hogy a város egyik legjobb általános iskolájában vagyunk most, és nem azért, mert szép kékek a falak, hanem azért, mert olyan a pedagógusi kör, olyanok a diákok, akik ebbe az iskolába járnak, és remélem az idén ez ismét tovább megy, és egy nyugodt, covidmentes, energiaválságmentes tanévnek nézünk elébe, és sok sikert akarok csak kívánni a diákoknak és a szülőknek, illetve a tanároknak az idei évben. Az elmúlt évek során valóban annyi minden rendkívüli körülmény nehezítette a tanítást, ami mindenki diák, szülő, pedagógus számára jelentett kihívást. Most valóban nyugodt tanévet kívánunk mindenkinek.